Üdv mindenki, aki durva lesz, után folytatjuk a The Great Isitani Chronicles-t. A harmadik, ötik epizód harmadik nyomozásával. Lövés történt. Sherlock Holmes meglőtték. Popvidékben kettőm, valaki hátba lőtte. De sajnálatos módon Gina kezében volt a revolver. Így sem rendőrség őt gyanúsítja. Gyilkossága. Mondtam, hogy nem tudni mit tett, de valamit csodolta magát. Az állókölcsönző, úgyhogy mindén színe. Nem tudtuk basszni. Így idő volt, amikor felkelt. Sherlock és Gina eltűnt. Ugye már van törve. Az alkölcsöző incidens. Hidiben meghal. Lelőtték. Két rabló támadtanak. Úgy hozta őket, de elmenekültek. De nem hiszik, hogy a rablók. Zinát letartóztatták, gyilkosság. Egy Gina az túl fiatal, hogy gyilkoljon. Nem lehetett tenni semmit, mert nála volt a revolver. Meg a kórházban. Igen, Sherlockra állottak. Csak azt nem tudni honnan. De megúszta a halált. Színűs kórházban ápolják. Nem látogathatják. De senki nem láthatja egyelőre. Operálják éppen. Sérült Sherlock.
A sheriff volt ott, hogy lássák el. Lefagyott. Nem kellett volna habotni, magát hibáztatja, de sajnos kár lenne. Ha üdözte volna őket, lelőttek volna. Nem vétem volna esélyen, hogy csalálnak. Suzy helyzete. A rendőrségen. Kihallgatják éppen. Mivel nem álltam össze a bűnözőket, ezért őt nem kérdezték ki. Gina a letartozódása. A szobája le volt zárva. Nem volt egyedül, Gina volt vele. Nagyon más nem volt a szobában. Ő is menni akar, hogy helyzet Sherlockkal se zsíre. Nem mondhatom egyedül, vigyázzunk el. Gina börtönben, de Sherlock kórházban. Aki vívványokért küzdene, nem kell más tennie, mint Ice-szal beszélgetni erről. Összegeljük az ásót. Most ezt a táblát veszik meg Alice-szal. The Boscombe Valley Mystery. Ez is a vívmány része.
Kezdjük a kórházzal. Mi kéne legyen Shadow? De ő nincs itt. Ez fura. Nincs látogatás. Hurley. Valamelyik operálják. Megszerzék operálást. Holába te még készszázni. Most érzéstenítették. Még nem fog visszatérni jó pár órára. Később kell visszajönni. De nem lesz rá szükség se. Most pedig menjünk a Dutyiba. Tizenhatszában, de zárták be. A fasz! A füstös gránátvetőt nem vették el tőle. Hogy miért vagyunk itt? Igen, bajba került. Segíteni. Nem tudnák. Csak azt is mondja, hogy így tolvaj. Hol beszél? Tere? Nisz, nem akar ügyvédet. Miért ilyen? A tiltott nagyon szokott szállítani a gránátvető, de biztosan azt gondolták, hogy a füstölgő gránátvető nem elég erős, hogy kiusson cellából, ezért megengedték, hogy megtartsa. Még küldöd el az igényeket. Azt gondolja, hogy el fogja kintén minden, hogyan mehet, megy gyere. Nem is érsz a felnőttekkel.
Nem bízik senkiben. Felejtsem el! Nem bízik benne. Hogy a vég? Mi történt? Inkább halda meg, hogy csinálj! Így is egy cség kérjük. Mi is itt mondani? Szóval betölte az állkölcsönzében. Itt sok minden van, amit eladhatna. Mindenki hazudik szintén. Mondott néhány megbocsátatlan hazugságot. Megbocsátatlan hazugság. És azt mondta, hogy a legjobb hazug. Hamarosan kérdőre vonják. Ezt akar itt hagyni emléknek. Nem akarja visszajöjjön. Nap is 16. Windy Banker alkölcsönző. A büntény helyszíni. Én biztosan... ...igen csapok volt. Gregson. Szégyen, hogyha meglógtok. Barátságos a csalja. Ez
A jó utótól, ahol kell kezelni kőssávokot. Rendőrség dolga üldözni a bűnözőket. Különbözően viselkedik Ice-szal. És szomnyas? Szíves rád neki teát. Akkor hűséges. Ta very much. Nyomozás. Találtam bizonyítékot. Megrendő, megvádolja. Igen, a holnapi belejelt. És bizonyítékunk is van. Két rablót akarja a Szent Ovalda külön. Ezt erre hamar rájuk. Volt egy megértés. Szóval már letartóztatta a két fegyveres rablót. Sherlock? Nincs látogatás, így nincs. Valamelyik artériánál találták. Sebészetem van. Na, és bejön, jó detektív. Legalább. Your ladyship. Na, félek neked mindig. Szükséges, de többék ez nem igazán. Mert Sherlock story, mert hűsés hozzá. Mit írt ott helye ő? Nem emlékszik. Gregson legokosabb. Nem jött tisztelni.
duplázódott a fizetsége. Neki fanklubot is csináltak. Üzenete van. Fontos üzenet. Az asszisztensről. Már nem fogadják. Már Stronghárd irodájában van. Már oda idézték. Nem mondta, hogy miért volt szokkát. Normális. Normális. Ez komolyak lehetne. Japánba. Volna vissza fog tenni a bárba. Jó, ha volna visszatér, akkor sajnos nem lesz a partnerem. Peren.
Japánba való visszatérés. Csak ő megy vissza Japánba. Az apja beteg. Az apja lázas lett. És napból körülbelül nevetegedett. Ne, egy rosszul. 50 napig visszajött Japánba. Gina Pere. Igen, mert bár ott lesz. Egy pár évben lőttünk. Tényleg megyünk. Olyan gondokkal is kell majd küzdeni. Hát persze még távozni, oké. Értve találkozó lesz. Érdemes, csak a papír munkát kell elvégezni, és akkor már van így végig. De eddig elutasítod mindent. Ezt tőle kell megkérdezni. Csinál, gyilkosságba vádolják közt az ilyen. De még nem pakol. De még tud segíteni a nyomozáson.
De először meglátogatod, nem csinál. Akkor vissza a börtönbe. Már megint a püstölgő grát. Nincs mit már sem mondhatnám. Búcsúzom. Nem az ő dolga. Ez egy bár. Egy dolga két csipán. Kérjük, hogy mondja az igazat. Megbocsátatom a hazugság. Most kell elmondani. Ez nagyon rosszul esett neki, hogy hazudnia kell. De talán a perne, ez van köze. Megírni beléhez. Biztos a perre gondolt. Hazudott a perem. Nem csak egy kicsit. A per két hoppa ezelőtt. Két hoppa ezelőtt kezdődik. Meg ártat van, annyi ártották, de
De hazudott a Peren. De a hazugságok hozta a Jaden bősítéjét, hogy megkapja. Igen, de... Az Omnibuson volt elrejtőzve. Nem látott semmit, de hallott valami ijesztő dolgot. Dovam leesett volna. És akkor lebukott. A válka kiúzta, és leültette a halott ember mellé. És az ő keze véres volt. Nagyon megijedt, és nem tudott mit mondani. Szóval szerintem, amikor a csajt látták, aztán megkérdő kérdéseket tett fel, hogy ki ő, és hogy miért rejtőzködött. De ez nem minden. Megfenyegette. Hogy nem mondjon semmit a Peren. Ha mondott volna valamit, biztosan megölte volna. Vagy gyakorlatilag meg volt kötve a keze. Mit látott? Sikítő kezdett, amikor mert beszart. Nagyon. Emiatt bukott le. Egy lemezt látott, ami nem tudta, milyen jó. Szóval az enyhés doboz ott volt. Szóval azt akarod, hogy az emezről ne beszéljön. És mit hallott? Lépéseket hallott két ember. Megindít is a vázzal. És azt állított, hogy aludt. Igen, de nem is aludt. Egyikük se aludt. Hallották őket halkan beszélni. Túl hangos volt a ló koppanása. A Gidit és a változat ismerték egymást. Szóval meg Gidit hazudott. És utána? Tehát, hogy ő is.
megmondod, hogy rejtőzködjön tovább is. Várt egy kicsit. Hát akkor hívták a rendőrséget. És szélségek kért tőle. De tőle is kért szélséget. Lefizette, hogy a kabátját vigye a zápolcsizőbe. Windy Benson. Na csak volt feltétel az engedéshez. Megkérdés feltétele. Egyik feltétele az volt, hogy nem mondjon semmit arról, amit hallott, látott. De volt még valami. A legfontosabb dolog. Jegyet akart beszélni. Két, ami két dolog. Kváncsi. Amit, ami az alkoholcsizőről követett, hogy ne veszítse. A pénzt, hogy összehelyezze meg, ami az övé. Ő önt az alkölcsőzőben betett. Azt parancsolja, hogy mit mondja, és mit ne. És szóval megint kitervelte az egészet. Azért, hogy szabad lehessen. Őt használta fel rá. És mivel engedelmeskedett neki, ezért tudtam nyerni. Szóval ki volt tervel az egész per. Csak hogy vegyen sem a pert, csalással. Más választáson. De most ő van benne a gyilkosságban. Még mindig kérem, hogy itt a papírokat, hogy az ügyvéded lehessen. Thank you.
Szóval a lányom, ha pirókat, akkor mindenki boldog. De mi mindig nem akarnál, hogy ez így ilyen egyéb. Egyedül lehet abban a cellában. De még vissza lehet tenni ide. Szóval kiderült, hogy meg kitervelte az egész vert, hogy simán megúszta a halálbüntetés, de sajnos ennek ellenére mindenhogyan megúszta. Mindenhogyan nem úszta meg a halált. Tehát nagyon valószínűsége, hogy csak bőnösen, de a szabadon. Annak belendig lenne a vége. Tehát így lehetséges, hogyha bűnös volt, akkor megérdemeltem, hogy meggyildik kapott. Jó, annyi volt mára, legközelebb a 4. nyomozásra folytatjuk, iratkozzatok fel, és sziasztok!